Letartóztatták Portik Tamást, az olajmaffia botrány egyik volt kulcsszereplőjét, aki hírek szerint mindeddig éppen a nemrég elfogott Vizovicki Lászlón keresztül juthatott belső rendőrségi információkhoz. A hétvégén őrizetbe vették Portik Tamást, akire sajtóértesülések szerint az elmúlt hónapokban többen is terhelő vallomást tettek, ami alapján a hatóságok több megoldatlan üggyel is összefüggésbe hozták. Azzal gyanúsítják, hogy felbújtó volt két gyilkosságban. Részt vehetett a 90-es években történt Aranykéz utcai robbantásban, illetve Prisztás József meggyilkolásában. A bűntényekkel kapcsolatban Portikon kívül további 4 embert helyeztek előzetes letartóztatásba, valamennyien tagadják bűnösségüket. A rájátszás további vendége tehát Labanc Ferenc, korábbi rendőrségi főnyomozó. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Na, menjünk vissza egy picit a 14 évvel ezelőtti időszakba, mert itt azért most már nagyon sok ügy forog köztájon, tehát konkrétan ki volt Prisztás József, mi történt az Aranykéz utcában, és mi az az Energol ügy? Hú. Röviden. Ez a nehéz. Röviden, tömören. Kezdjük Prisztás Józsival. Prisztás Józsiról azt kell tudni, hogy egy igen-igen dörzsölt, intelligens emberkéről beszélünk, aki inkább, mint orgazda üzemel, illetve vendéglátózik. Ővé az elhíresült Trojka nevezetű szórakozóhely ugye az Andrássy úton, az egyetlen szinte éjszaka nyitva tartó és a bitangoknak a gyűjtőhelye a 80-as, 90-es évek elején, 80-as évek végén, 90-es évek elején. Az Energol ügy az végül is egy olyan KFT-ről beszélünk, amelyik szinte csak büntetett vagy éjszakai emberekből összerakott KFT. És ez az Energol, ez egy nagyon komoly forgalmat lebonyolító olyan cég, amelynek a működésének a végén mintegy 5 milliárd forint értékű áfát nem fizetnek be. És az Aranykéz utca pedig arról szól, ugye, hogy Boros Tamás elhíresült úriember, természetesen idézőjelbe, egy programja végén föl lett robbantva oly módon, hogy egy Kispolszkiba elrejtett nagy mennyiségű robbananyagot robbantanak mellette. Tehát gyakorlatilag, amit a különböző ügyekben közös szál, és akkor a Vizovicki ügyet is ide kapcsoljuk, az az alvilág. Hol voltak ezek az emberek eddig? Miért éppen most került sor a letartóztatásukra? Nem arról van szó, hogy a Vizovicki ügy gyanúsítottjai gyakorlatilag vádalkut kötöttek a hatóságokkal? Csak feltételezni tudunk, de egy nagyon érdekes dolog. Először is én úgy hiszem, hogy jelen pillanatban történelmi időket élünk Magyarországon. Ugyanis olyan ügy rakódik össze, bontakozik ki a szemünk látára, ami a magyar kriminalisztikában egyedülálló, ilyen nem volt, ilyen szörnyűséges, fondorlatos összeállításban soha nem voltak bűncselekmények, és én úgy hiszem, hogy történelmi pillanat azért is, mert talán most újra tudja kezdeni a rendőrség a működését. Volt vádalkú, vagy lehetett vádalkú, vagy sem? Én úgy hiszem, hogy több alkú. Hát ezt úgy hívják egyébként, hogy eljárási alkú, nem vádalkú, de mondjuk nevezzük annak. Tehát van, és még lesz is ebbe a történetbe. Miért mondom? Azért mondom, mert megindult a dominó effektus. Most már ezeknek az embereknek, és hozzátéve Portik Tamásnak is, egyetlen menekülési útvonala van, ha nem akarja az élete hátralévő részét börtönbe leélni, hogy ezt a labdát tovább focizza. Ez azt jelenti, hogy itt a következő hetekben, hónapokban, ne adj Isten, újabb nevek kerülnek majd napvilágra. Tehát gyakorlatilag az, hogy eldőlt a dominó, azt jelenti, hogy a Vizovicki ügy most magával rántja az egész alvilágot? Így van. Először is kipukkant az a védőburok, ami ezt az egész történetet védte. Tehát leesik a rendőrségi védelem erről a történetről, ez az egyik nagyon-nagyon fontos része. A másik nagyon fontos része, hogy megindult az a folyamat,
aminél mindenki szinte az életéért küzd. Tehát olyan súlyosak a bűncselekmények, és annyira nem akarják ezt majd bevállalni, hogy kénytelenek lesznek. Tehát egy szükségszerűség lesz, hogy végig focizzák ezt a dolgot. Ezzel kapcsolatban az egyik médium hírforrása úgy fogalmazott, hogy kizárt, hogy Portik Tamásnak ezekhez az ügyekhez köze lenne, mert annyi esze azért van, így fogalmazott konkrétan, hogy akkor nem került volna elő. Tehát gyakorlatilag ő el tudott volna tűnni, ha akart volna. Egyáltalán hol volt az elmúlt években? Korábban már elfogató parancsot adtak ki ellene, de magára meggyanúsításra nem került sor, mert eltűnt. Aztán ezeket az eljárásokat megszüntették, mert állítólag elévültek az ügyek. Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban bujkált. Olyan verzió is van, hogy Magyarországon volt, és gyakorlatilag úgy kapcsolódik a Vizovicki ügyhöz, hogy a milliárdjait Vizovicki László forgatta meg. Ebből épült esetleg a Vizovicki birodalom? Igen, sokat kérdeztem. Igen, de végül is le is vezettük ezt a történetet. Tehát Portik Tamásról tudni kell, hogy egy kifejezetten tehetséges, azonnal reagáló, a változó dolgokra azonnal reagálni tudó emberke, akit még a saját emberei is mennyietnek apostrofáltak, tehát még a legbelső körébe se bízó, állandóan legendákat és csapdákat sejtő, mindig menekülésre kész emberke. Valóban, tehát az egyik legrafináltabb alakja az alvilágnak, és mindemellett hozzátéve, csak azért maradt szerintem itt Magyarországon, mert egyszerűen el se tudja képzelni, hogy ez a felépített világ, ez összeomolhat. Elképzelhető, csak úgy tudott Magyarországon maradni és bujkálni, amennyiben bujkált, hogy ehhez rendőrségi segítsége háttérre, rendőrségi kapcsolatokra volt szükség? Igen, tehát aki egy kicsit egyébként benne van ebben a rendőrségi dologban, akkor azt nem hiszi, és kiválóan tudja, hogy ha valakit köröznek, elfogatóparancs, stb., az nem azt jelenti, hogy most egy hatalmas nagy erő ezután az ember után rohangál. Ez azt jelenti, hogyha valahol felbukkan, vagy valahol beleesik egy ellenőrzésbe, akkor ugye a rendőr tudja azonosítani, és el tudja fogni. De ez nem azt jelenti, hogy itt fejvadászok, és mit tudom én, különleges egységek nyomulnak állandóan mögötte. Portik Tamás elég okos ahhoz, hogy ezt ő játszva leküzdje. Tehát ez a 8 év, ez neki semmi, ez könnyedén végig tudta vinni, már csak azért is, mert iszonyatos pénz volt mögötte. Tehát hogyha belenézünk ezekbe az aktákba, csak amit kerestek rajta, az 5 milliárd forint. Na most csak úgy megemlítem egyéb iránt, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Vizovicski Lacinknak az offshore vagyona körülbelül 5 milliárd forint. Tehát vannak ilyen apróságok, de hát még nagyon az elején jár a történet, de én úgy hiszem, hogy fantasztikus megfejtések fognak előjönni, és én egyébként ebben szkeptikus voltam, de most már bízok abban, hogy hátha megváltozik valami Magyarországon. Hát ebben bízunk szerintem valamennyien, szóval akkor a dominóban újabb, régi új nevek jönnek majd. Én úgy hiszem, hogy nem csak bűnözők, politikusok, rendőrök, ilyenek fognak előjönni. Labanc Ferenc, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen.